Európa legnagyobb fürdőkomplexumában gyógyfürdő, termálfürdő, strand, akvapark, akvapalasz, fedett élményfürdő, prémium zóna és az Árpád uszoda elégíti ki minden igényünket. Mindez persze csak a nyári szezonban. A gyógyfürdő részleg természetesen télen is vár mindenkit. Összesen 4 kültéri melegvizes medencével és különböző attrakciókkal csábít. Debrecenből érkeztünk, ez a Szoboszlai, ez nagyon jó. Nagyon jó a vízösszetétel, és jó meleg. De Debrecenben is van, de az nem igazán. Nem, az ott a fiataloknak való, gyerekeknek, az az élményfürdőről beszélek. Amúgy én búvárkodtam valamikor, fiatal koromban. Többen felkeresték a gyógymedencéket egyéb mozgásszervi panaszokkal. A fájós ízületeinket szeretnénk egy kicsit megmozgatni itt a gyógyvízben, és most szerencsére most nagyon szép idő van, olyan 14 fok körül, és ezért a kinti levegőre, hogy friss levegőt szívjunk közbe, és közben a meleg vízbe ücsörgünk, és használjuk ezeket az élményelemeket. A magyar vendégek mellett szép számmal érkeznek lengyel, szlovák, felvidéki és délvidéki magyar, szerb és orosz vendégek is. Szuper minden, nagyon tetszik minden. Én nem vagyok favágó, én számítógépen dolgozom, meg ugyanaz a probléma, hogy az ülés miatt, a munka miatt, tehát szükségem van havonta legalább egyszer-kétszer kijönni ide. A 23 ezer lakosú Hajdúszoboszlón ez napi több tízezer vendéget és vendégészakát jelent. A Debrecentől 22 kilométerre fekvő alföldi városban mintegy 150 szálló, panzió, apartman és magánszállás áll a kikapcsolódni vágyó fürdővendégek rendelkezésére.